A szikes tavak, amelyeknek a vízmélysége nem haladja meg átlagosan az 1 métert, 70 hektáron terülnek el elszórtan Magyarországon. Több mint 300 madárfajnak adnak otthont. Kócsagoknak, nyári ludaknak, kanalasgémeknek, liliknek és lilléknek, illetve számos vonuló madárnak, amelyek egy-egy rövid pihenőre állnak meg itt. A madaraknak egyfajta paradicsomok a magas só- és tápanyagtartalmú tavak, amelyek különleges szerepet töltenek be ezeknek az állóvizeknek az ökológiájában. Hiszen az apró vízi élőlények kiszolgáltatottak nekik. A vízi madarak szabályozzák a szaporulatukat, és tőlük függ az is, milyen élőlények tudnak megjelenni ezekben a tavakban, ha megfelelőek számukra a körülmények. Az egészen apró élőlények, mint például a vízi baktériumok, illetve algák, csillósok, ezek nem tudnak aktívan egyik helyről a másikra terjedni. A vízi madarak viszont ebben sokat tudnak segíteni, hiszen nem csak a lábukra tapadhatnak ezek az élőlények, illetve a tollazatukra, és így tudják átvinni egyik tóból a másikba ezeket az élőlényeket, hanem azzal, hogy táplálkoznak az adott tóból, illetve isznak, benyelik ezeket a mikroszkópikus élőlényeket, és a következő vizes élőhelyen pedig kiürítik magukból. Tehát a vízi madarak táplálkozás útján segítik ezeknek az élőlényeknek a terjedését, de nem csupán rájuk vannak hatással, képesek gerincesek ikráit és petéit is átszállítani a vonulásuk során az egyik tóból a másikba. A jelenséget tovább vizsgálva az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai most arra voltak kíváncsiak, hogy milyen mértékben vesznek részt a fajok terjesztésében ezek a madarak, illetve segíthetik-e a többi élőlény terjedését a tavak között akkor is, ha csak isznak a tavakból. A táplálékukat azonban máshol szerzik be. Mi ezt a környezeti DNS segítségével vizsgáltuk, vagyis egyrészt vettünk vízmintát magukból a tavakból, másrészt pedig a vízi madarak ürülékét mintáztuk, izoláltuk ezekből a mintákból a DNS-t, majd a molekuláris laborban felsokszoroztuk ezeket a DNS-eket. A kutatók ehhez egy úgynevezett polimeráz láncreakciót használtak. A minták szekvenálása után láthatták, hogy milyen közösségeket tudnak terjeszteni ezek a vízi madarak. Az eredményeik megmutatták, hogy nem csupán azok a madarak terjesztik a baktériumokat és mikroszkópikus egysejtűeket, amelyek táplálkoznak, de azok is, amelyek csak isznak a tavakból. Például a nyári lúd. A szakemberek elsősorban erre a madárfajra koncentráltak a fertőzőkben folytatott kutatásaik során, hiszen ez a faj többnyire réteken és szántóföldeken szerzi be táplálékát, miközben jelentős időt tölt a szikes tavakon. Az ürülékében a kutatók most cianobaktériumfajokat, algafajokat és csillósokat is találtak, bizonyítva ezzel, hogy folyadékbevitellel is terjesztik a madarak a kisebb élőlényeket. De voltak más észrevételek is a kutatásban, ezek a csőr formájának fontosságára mutattak rá. Volt egy olyan fajunk, a kanalas réce, amely konkrétan szűrögeti a planktont a vízből. Ő nagyon hatékony mikroeukarióta terjesztőnek bizonyult, hiszen sűrűn lamellázott a csőre, és ezáltal ugyanúgy, mint például a bánák a sziláikkal ki tudják szűrni számukra a táplálékot, a kanalas réce is hatékonyan tudja ezáltal szűrögetni az egyes algákat és a plankton többi részét. Tehát a terjesztési képesség a csőr formájától és felületétől is függ. Az eredmények ismét rámutatnak arra, hogy milyen fontos szerepe van a vízi madaraknak az egyes vízi élőhelyek élővilágának fenntartásában. Jelentős szerepük van a biodiverzitás fenntartásában, az ökoszisztémák működésének fenntartásában, hiszen például a baktériumok ugye nagyon jelentős szervezetek, hiszen ezek végzik a lebontást a vizekben is, illetve ott vannak a különböző algák, amelyek fotoszintetizálnak, oxigén termelnek, és az alapját képezik a táplálékhálózatnak a vízi élet közösségek között. E madarak nélkül, amelyek ezeken a tavakon laknak vagy megpihennek, nem lenne ilyen mozgalmas élet ezekben a vizekben, hiszen ők a kapcsok az egyes életközösségek között, ezeken a különleges, szikes, sós tavakon, amelyek számtalan színt vonultatnak fel tavasztól télig, és amelyekből a legtöbb szerte Eurázsiában, illetve Magyarországon is van.